Szeretettel köszöntök minden vendéget a Frisborház avató ünnepségén. A Fölnős és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatának keretében tudtuk megépíteni azt a teraszt, ahol most éppen tartózkodunk, alatta egy borbíráló teremmel. Ezen kívül megépült, majd hátra fogunk menni, és természetesen együtt vágjuk át a szalagot, egy hordós érlelő pince, raktárak, palackozóüzem, laboratórium, szociális blokk, egy napelemrendszer, ami ellátja energiával ezt a komplexumot, egy gépszín, parkolók. Tehát tulajdonképpen itt az elmúlt 1-2-3 évben nagyon jelentős fejlesztések zajlottak. Jelentős volt, mert hiányokat pótolt. A Fritz Borháznak stratégiája az, hogy helyben minél több bort adjon el, és prémium minőségű borokat készítsen. Nem vagyunk nagyok, éves 200 000 palackkal, de ezek a borok valóban a Szekszárd úgy gondolom legjobbjai közé tartoznak, és hála Isten az eredmények ezt visszaigazolják. Ennek a beruházásnak keretében felszabadult egy régi pinceágunk, amiből most egy pince vendéglőt készítettünk. Ezt is ma fogjuk felavatni, ott fogjuk jól érezni magunkat. A kocintás után átsétálnánk az új részlegbe, amit felavatunk. Kedves egészségre mindenkinek, Isten üdvözlő. Sok sikert kívánok. Köszönöm. Várja, hogy a hegyet megtudtátok. Ami az enyém, 25 hektár saját, és még 20 hektáról vásárolok a szomszédból. Hát akkor a nagy pillanat. Az vág. De hogy lehet tapsolni a pohárban? Bravo! Az első Szekszárd polgármesterének ajánlom, és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Meg téged a borászat szeretlek. A mai nap ékes példázata annak, amit két nap ezelőtt a parlamentben elmondhattam, ugyanis egyértelműen a szőlészborász ágazat egy olyan felfelé ívelő pályán indult el, amelyen eredményeképpen ez a pincészet itt Szekszárd környékén megnyílhatott. Ez egy családi gazdaság, és a családi gazdaság egy olyan szintre emelkedett, amely eredményeképpen tovább tudott lépni, egy jelentős beruházást tudott végrehajtani. Természetesen igénybe vette azokat az Európai Uniós forrásokat, amely rendelkezésre álltak, illetőleg igénybe vette azokat a támogatásokat, amely ők megilleti. Én több alkalommal elmondtam, hogy sajnos 2010-ig azt tapasztalhattuk, hogy az előző kormányok inkább az ágazat leépüléséhez biztosítottak uniós forrásokat. Sokkal jelentősebbek voltak az úgynevezett szőlőkivágási támogatások, mint az újratelepítési támogatások. 2011-ben közel 4300 hektárra adtak ki támogatást, és közel 1200 hektárra csak kivágási támogatást. És ne felejtsük el, a legjelentősebb, én azt gondolom, az elkövetkező 5 év költségvetése, ahol közel 123 millió eurót fogunk biztosítani a szőlészborász szakmának. A mi számítások szerint ez azt jelenti, hogy évente kb. 2000 hektár új telepítést tudnak majd létrehozni, amely jelentősen növeli a termőterületet. A termőterület növekedésével jelentősen növekszik a munkahelyek száma, és jelentősen növekszik annak a bornak is az előállítása, amely mind a belföldi, mind pedig a külföldi piacokon megjelenik. Ugyanakkor szeretnénk folytatni azokat a támogatási lehetőségeket, amely a szőlészborász szakma kapott az elmúlt években, akár gépek tekintetében, akár egyéb beruházások tekintetében. Jelentős mértékben enyhítettük az adminisztrációs terheket. Én úgy gondolom, hogy a kormány valóban kiemelt és preferált helyen támogatja a szőlészborász szakmát.